gratulálok a csapatnak. Újabb rangadót sikerült megnyernünk, és nagyon jól leszakítottuk a második helyzetet a tabelláról. 9 ponttal megyünk, úgyhogy ennél jobb tavaszi kezdést nem is várhattunk volna magunktól. Nem volt teljes a létszám, voltak hiányzóink, de így is sikerült magabiztosan uralnunk ezt a mai mérkőzést. Az első fél időben sokat birtokoltuk a labdát, sikerült gólokat szereznünk, 2-0-ra mentünk, teljesen szuper és ügyesek voltak a játékosok. Másik fél időben egy kicsit ugye ebben a nagy melegben azért kivette az erőt mind a két csapatból, támadtunk, sikerült még egy gólt szereznünk, és Isten igazából szépen lepörgettük ezt a második félidőt. A legvégén kaptunk egy jogos 11-est, szépítettek, 3-1-re nyertünk. Gratulálok mindenkinek, és külön nagyon ki kell emelnem, Varga Gyuszi gyönyörű volt. Ment, megcsinálta, lepasszolta, mesterhármas rúgott, kellett, nagyon kiemelkedő volt az egész csapatból, de az egész csapatnak gratulálok, és megyünk tovább. Cél a végső győzelem. Hajrá Romhány, és az ellenfélnek pedig gratulálok, további sok sikert. Ügyesek voltak, küzdöttek, de szerencsére jobban voltunk a mai mérkőzésen. Minden jót nekik is. Jó erőkből álló hazai csapat elég korán megszerezte a biztos vezetést. Küzdöttünk a pályán, küzdöttünk, de számszerűen nem tudtunk hozzátenni. Fordulás után kaptunk egy jó gólt. Úgy érzem, hogy a második fél időben már partnerek voltunk. A utolsó percben szépítés sikerült értrehoznunk egy 11-es útján. Megérdemelt a hazai győzelem, de viszont szeretném kiemelni, hogy a kapusunk most debütált a felnőtt csapatba. A teljesítmény alapján igen, csak ígéretet tévő előtt állt, a tovább folytatva az alapjáról. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez, több mint valószínűleg a bajnoki cím is, ezzel már eldőlt a bajnoki cím. Köszönöm szépen!